Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja Önöket Séda Zoltán. Szép napot kívánok, a dátum 1987. Ebben az évben volt a legendás 87-es nagy havazás. Mínusz 20 fok, szélvihar, hótorlaszok, az egész ország megbénult. De persze ebben az évben rengeteg más is történt. Nagyszabású útfelújítás és rekonstrukciós munkálatok Székesfehérváron. A mai naptól előreláthatóan egy hónapig a Vörös Hadsereg úton, a Népköztársaság út, Sallai Imre út közötti szakaszon a postai rekonstrukciós munkálatok miatt forgalomkorlátozás történt. A Vörösmarty tér irányából haladók a Gyöngyvirág kereszteződésnél telezöldre, balra, illetve jobbra a Lenin út irányába is közlekedhetnek. A József Attila út irányából érkezők a Schönherr Zoltán úton és a Sallai úton kerülhetik ki a munkaterületet. Kérem, fokozottan figyeljenek, a járművezetők a Schönherr Zoltán úton két iskola is van. A Pintér Károly úton csak egyenes irányban a Fürth Sándor utcán keresztül haladhatnak. A korlátozás alá vont szakaszra az autóbusz, illetve a bentlakók hajthatnak csak be. A Pintér Károly út közelében lévő autóbusz megálló ideiglenesen a Sallai Imre út kereszteződéséhez lett áthelyezve. A gyalogosok forgalma is korlátozva van. Kérjük a közlekedő szíves türelmét és megértését. Ez volt már a Napi Retro, nem sokára találkozunk ismét valahol a múltban.